rögtön azon kezdtem el gondolkodni, hogy kiknek fogom megmutatni. Kik azok, akiknek beszéltem már Szent Ignácról, az ignáci lelkiségről, és lelkiismeretvizsgálat, nem sok kuknak beszéltem Ignác életéről. A Szent Ignáci lelkiség a Szent János Bogár közösségben is meghatározó, és a fiatalok, ahogy befogadják a Szent Ignáci lelkiséget, ebből következik, hogy abszolút időszerű, megmozgatja a belső világukat, a döntéseikben segíti őket, főleg a szemlélődés, aztán a megkülönböztetésnek a kérdése foglalkoztat vele kapcsolatban, Szent Ignáccal kapcsolatban most. Mit értett alatta, hogyan kell ezt a hétköznapokban megélni? Szent Ignácnak az üzenete ma is időszerű, és abszolút nyitott kapukat döget.